papucs szaggató király kisasszonyok. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, még a hármas üveghegyen is túl, ahol a kurta farku malac túr. Volt egyszer egy szegény juhászlegény. Nagy sereg juhot őrzött ez a juhászlegény, de abból a nagy sereg juhból még csak egy bárányfark sem volt az övé. Sóhajtozott is eleget, mint terelgette a nyájat, hogy neki semmilyen nincs ezen a világon, de hiába sóhajtozott, a nagy semmivel maradott. Azám, amit mondok, mégsem úgy volt egészen, mert egyszer, amint billeget ballagott a nyáj után, és nagyokat sóhajtott, csak előtte termett az öreg Szent Péter, s kérdi, – Mi bajod, fiam? – Miért sóhajtozol olyan erősen? Mondja a legény, hogy a szegénység miatt sóhajtozik, mert hogy mindenkinek van valamie, csak neki nincsen, még egy bárányfarka sincs. Hát aztán mi kéne? kérdezte Szent Péter. Gondolkozik a legény, vajon mi is kéne neki? És azt találja mondani, Megelégedném én, öreg apám, egy olyan tarisznyával, amely sohasem telik meg, és egy olyan bundával, hogy ha azt magamra kanyarintom, senki sem lát a jó Istenen kívül. No bizony, ha csak ez kell, azt adhatok, mondotta Szent Péter, és a nyakába akasztotta mindjárt egy tarisznyát, meg egy bundát. Mindjárt ki is próbálta a juhászlegény a bundát, Hát az öreg juhász nem látta meg. No, ha nem, egy szempillantásig sem maradott többet a nyáj mellett. Elment szerencsét próbálni, s meg sem állott, amíg a király városába nem ért. A királynak tizenkét leánya volt, de csak egyben volt öröme, a legkisebbikben. A többi minden Isten adta éjjel eltűnt a palotából, és egyik-egyik hat pár papucsot szaggatott el. Hiszen volt a királynak aranya, ezüstje, annyi, hogy kádaslag állott a pincében, telt papucsra, de nem is ezt szomorította a királyt, hanem hogy hol, merre tudnak járni, hol szaggatják el azt a tenger sok papucsot. Hiába faggatta szép szóval, csúf szóval a leányokat, azok mindig csak azt mondták, hogy ők maguk sem tudják, és mind kerülnek el hazúról, és azt sem tudják, hogy merre járnak éjek -e éjjel Bizonyosan valami ördöngös lélek viszi el őket. Hitte is, nem is a király ezt a beszédet, de ami igaz, az igaz. Ami nem igaz, az hazugság, és én sem mondom, hogy láttam, amit nem láttam, a kiálláig hiába állított strázsákat, százat is egyszerre a lányok szobája elé, soha egy sem látta őket, sem elmenni, sem visszatérni, mert éjfélkor az álomszellő úgy fejbe csapta őket, hogy egyszerében ledöndültek a földre, és föl sem keltek reggelig, aludtak, mint a fekete föld. Mit volt mit tenni? A király kihirdette országvilág előtt, hogy annak adja leányát, akinek akárki fia, borja, aki neki megmondja, hogy hol merre járnak éjszakán a tizenegy király kisasszonyok. Hát hiszen jöttek mindenfelől a szerencse próbálók, de ahogy jöttek, szégyenkezve el is mentek mert éjfélkor minden aludtak, és a király kisasszonyok mehettek bátran, amerre tetszett nekik. Meghallja ezt a juhászlegény, jelenti magát a királynál, és este, mikor a király kisasszonyok a szobájukba mentek, ő is velük ment a bundában, látatlanul. Amikor a leányok lefeküdtek, elaludtak, de éjfélkor csak besúrant a szobába valami ördöngős lélek vagy mi felköltötte őket, csak a legkisebbiket nem. Aztán hirtelen felöltöztek a legszebb ruhájukba, egy nagy zsákba beletettek hat-hat pár papucsot. Így készülődtek. Mit tudom én most még, hogy hová merre? No, de a juhász legény mindent jól látott és mit gondolt, mit nem, fölébresztette a kicsi király kisasszonyt. Hely, megijedtek a lányok, hát, de most már mit csináljanak? Ők bizony mézes-mázas szavakkal rávették a király kisasszonyt is, hogy menjen velünk, nem bánja meg. Akkor az az ördöngős lélek valami zsírral megkente mind a tizenkét leány vállát, és hát mind a tizenkettőnek szárnya nőtt. Fogta magát a legény, ő is megkente a maga vállás, neki is szárnya nőtt egyszeriben. Abban a pillantásban kinyílt az ablak, és hús! Kirepült az ördöngös lélek, utána a leányok, a leányok után meg a juhász legény. Fölszálltak jó magasra, a égbe, és repültek, mint a madár, hegyek, völgyek, folyók, tengerek fölött, aztán egyszerre csak leszállottak egy rézerdőben, rézerdőnek is a közepében, ahol volt egy részköblös kút, részköblös kúton tizenkét pohár. A lányok vizet merítettek a részkútból, ittak, aztán a poharakat visszatették a helyükre. A legénynek sem kellett egyéb, mind a tizenkét poharat a tarisznyájába dugta, amellett még egy részfáról le is tört egy ágat, s azt is a tarisznyájába rejtette. Hely, de hogy a rézágokat letörte, nagyot csendült bondult az erdő, csak úgy zúgott véges végig. Megijedt a kicsi király kisasszony szörnyen, s mondta testvéreinek, Jaj, Istenem, Istenem, miért jövék el veletek? Valaki itt van az erdőben, s meglátott. A nényei nagyokat kacagtak, Ugyan ne félj, te bolond, nem jár itt senki rajtunk kívül. Azzal tovább repültek, s meg sem állottak, amíg az ezüst nem értek. Ennek a közepén ezüst köblös kút volt, a kút köblén tizenkét ezüst pohár, itt is ittak, de a juhászlegény az ezüst poharakat is a tarisznyájába rakta, s hogy egyéb bizonysága is legyen, letört egy ezüst ágat rettentő nagyot csendült az ezüst erdő is. A király kisasszony majd kétségbe esett az ijegységtől, de a többiek csak kacagtak rajta, és tovább repültek. Ezüst erdő után az aranyerdőbe értek, ott is leszállottak, ittak az aranykútból, és a juhászlegény tarisznyájába dugta az aranypoharakat is, aztán letört egy aranyágat, de csendült is, akkor át az Aranyerdő, hogy szinte meghasadt belé. A kicsi király asszony most is mondta testvéreinek, hogy, hogy bizonyosan kíséri valaki, forduljanak vissza. De a leányok csak kacagtak a király kisasszonyi egységén, és tovább repültek. Az Aranyerdőn túl egy rengeteg magas hegy felé repültek. Ott az ördöngös lélek aranyvesszővel megsuhintott egy ajtóforma sziklát, az egyszerében fölpattant, a leányok be az ajtón, a juhász legény is utánuk. Hely, édes Jézusom, ne hagyj el! Hát oly szertelen fényes szobába került a szegény juhász legény, hogy majd megvakult a csillogástól, ragyogástól, de csak ment a leányok után, hogy majd megvakult, egyre fényesebb és fényesebb szobákon keresztül, ahol minden, de minden színarany volt, még az ablaküveg is, és amikor úgy a 77. szobába értek, hát csak jő a leányok elé 12 urfi. Csillogó, villogó gúnyában, kedvesen, édesen, pisolyogva, mosolyogva, mézes mázas szavakkal fogadják a leányokat, aztán kézre kapják, sétáltatják körül körül, szerte meg csak megszólal a muzsika valahol fent, mintha éppen a mennyországban szólt volna, hip, hop, táncra kerekedtek. Forognak, mint a forgószél, repül, suhogott a drága sejemruha, ruha, szakadt, foszlott a sejem papucs. De ha foszlott, azért ugyan senki sem búsult. Mást a helyébe, van, aki fizesse. Hajnali kakas szóig abba sem hagyták a táncot. Mikor aztán minden papucs miszlékbe szakadott, elbúcsúztak az úrfiaktól, s hús! Szányra keltek, elrepültek, s hazáig meg sem állottak otthon szépen lefeküdtek, és aludtak, mintha sehol sem jártak volna. Na, elkövetkezik a reggel, és a juhász legény fölmegy a királyhoz. Hát, fiam, tudsz-e valamit? Tudok, bűzén felséges királyom, csak meg ne szomorodjék erősen. Mondjad, fiam, mondjad! A juhász legény töviről hegyire elmondott mindent, akkor azt erre a király behívatta, mind a tizenkét leányás vallatóra fogta. Bezzeg, hogy tagadtak azok mindent, csak a király kisasszony nem. De hiába tagadtak, a Juhász legény, előhúzta szép sorjában a bizonyítékokat, a réz, az ezüst és az aranypoharakat, elé a réz, ezüst és aranyágakat is, és a kicsi király kisasszony is bizonyította, hogy így volt, ahogy a juhász legény mondta. Mit volt mik tenni? Megadták magukat a leányok, hiszen jöhetett ezután értük az ördöngös lélek, az sem tudta elvinni többet, mert a király a hétágú vastoronyba záratta a leányukat, a legkisebbiket meg feleségül adta a juhász legénynek. Melléje még a fele királyságát is megkapta. Bezzeg ment a király kisasszony jó szívvel a juhász legényhez, mert szép szány legény voltám. Hét puszta faloban nem akadott párja, még tán ma is élnek, ha meg nem haltak.